Csak egy a szükséges. Ezzel a mottóval rendezi meg az Országos Lelkipásztori Intézet az Országos Lelkipásztori Teológiai Napokat január 26-a és 29-e között Egerben. A négynapos konferencián keresik azokat a lehetőségeket, amellyel a hívőket meg tudják tartani, a keresőket pedig el tudják vezetni Isten útjára. Hogy ma konkrétan mi az egyház útja, én azt gondolom, hogy a helyi szinten kell ezt megtalálni minden egyes közösségnek, plébániának, vagy akár egyházmegyét is mondhatnék. Tehát, hogy mi az, amire hívja ott a lélek azt a helyi közösséget. Én hiszem azt, hogy Istennek van lelkipásztori terve minden egyes plébánia életére vonatkozólag, vagy közösségre vonatkozólag. Nekünk ez az egy dolgunk van ott, ahol élünk, hogy ezt a lelkipásztori tervet ezt megtaláljuk, vagy elkérjük tőle. És valamiképpen azt gondolom, hogy ezek a napok ebben azért bátorítanak alapvetően az odafigyelésben. Tehát itt azt kértem a konferencia elején a jelenlévéktől, hogy ne új dolgokat keressenek, várjanak új ötleteket, elképzeléseket. A tekintetünket Jézusra kell fordítani, és az ő tekintetéből meg fogjuk találni a választ a lelkipásztori terveinkre. A konferencia nyitó szentmiséjén dr. Ternyák Csaba egri érsek prédikációjában egyebek mellett hangsúlyozta, hogy szenvedély nélkül nem tudjuk hitelesen közvetíteni Isten igéjét, az evangéliumot. Csak Isten közelsége képes szeretetre hangolni, lángra lobbantani bennünket. Csak ha szenvedélyesen tudjuk szeretni az Istent, akkor tartjuk majd fontosnak azt is, hogy szeretetének üzenetét elvigyük másokhoz és megosszuk velük. Amen. A rendezvényre több mint 180 pap, szerzetes és világi hívő érkezett hazánkból, valamint határon túli magyar lakta területekről.